A Mintafarm első zöldségeit még 2012-ben ültették, majd 2013-tól kezdték el a komolyabb beruházásokat. Az önkormányzati farm ma már ellátja a település óvodáját, az általános iskolát, de főznek az időseknek és a rászorulóknak is. Naponta körülbelül 500 adag étel kerül ki az önkormányzat konyhájáról. A község közmunkaprogramban dolgozói látják el a gazdaság napi feladatait, jelenleg 13-an. Tiszadob település szélső utcája. Annyira szélső utcája, hogy a kert az már lejár a Tiszára, illetve a Tisza jártérre. És gyakorlatilag itt egy hektáros területnyi részen gazdálkodunk úgynevezett önkormányzati farmon, vagy önkormányzati mintafarmon. Ezen a farmon háromféle állatot tartunk. Tartunk baromfiakat, tartunk sertéseket és tartunk szarvasmarhát. Az állatok mellett minden olyan zöldséget megtermelnek, ami egy konyhára szükséges. Ilyen alapanyag például a sárgarépa, a káposzta és a burgonya. A farmon kialakítottak egy mini tejcsarnokot is, ahol egy 300 literes hűtőbe közvetlenül a fejés után kerül a tej, amiből a konyhán kakaót, sajtot, tejfölt és tejszínt is készítenek. Gyakorlatilag teljesen steril körülmények között történik a előállítása mindennek. A tejből még melegen vesszük ki a tejszínt. A tejszín az ilyen literes teljes üvegekbe kerül letárolásra. Itt is 400 fokon tartjuk a tejszínt, és a tejjel együtt ez a tejszín is felkerül a konyhára továbbfeldolgozásra. Azokat az alapanyagokat, amiket az étkeztetésben nem tudnak felhasználni, a konyhán keresztül értékesítik, főleg az iskolai szünetek alatt. Az önkormányzat közvetett célja a programmal, hogy a háztáji gazdálkodást népszerűsítsék.